Sziasztok srácok, én Peti vagyok, és a mai videóban kicsit komoly szeretnék lenni, mert egy komoly játékkal fogok játszani, és ezért ezt nem szeretném elhülyeskedni, mert néha úgy gondolom, hogy azért kell ilyen videó is. Ezt a dezodoros jelenetet kétszer is fölvettem. Itt mindenhol lehet látni a dezodort, még a levegőben. Fogadjunk, kamerán keresztül nem látjátok, mert miért is látnátok? Általában soha semmit nem lehet látni kamerán keresztül, azt, ami érdekes, és emberi szemmel meg lehet látni. És ezért egy csomóan el sem hiszik. Mindegy, nem érdekel. Aki elhiszi, elhiszi, aki nem hiszi el, miért nem? Szájpadlásomra szippantottam, de amúgy finom édes íze volt. Egyébként a játék, amivel ma játszani fogunk, az a Voltör kérdőjel 2. A macska rúgja meg. Bocsánat, csak allergiás vagyok azokra az emberekre, akik nem nyomnak lájkot a videómra. Az egyes pályát már megcsináltam, mert az előbb megpróbáltam, vagyis elkezdtem fölvenni a videót, de csak a kamera ment. Mi van? Na, elindult, szóval csak a kamera ment, ezért is lehetett furcsább a videó elején a hangom, és még jó, hogy a videó elején levágtam, hogy csak a kamera megy és a felvétel nem, és ezért sikerül gyorsan újraindítanom, meg is fölvettük a krokodilt. Ez a játéknak a lényege. Tudom, hogy egy régi játék, viszont azt is tudom, hogy én szeretem ezeket a régi játékokat. Most egy Dakrásra megyünk, az másmilyen, mint az alapjáték, majd meglátjátok, ez egy ilyen külön bónuszpálya. Szóval, hogy szeretem az ilyen régi játékokat újra játszani, mivel rég játszottam velük, régen is szerettem őket, most is szeretem őket, és ennyi pont. Végeztem a mondattal. Az Angry Birds-el is játszottam már ezelőtti videómban, meg a mi az Fruit Ninjával is, és az is tetszett nektek, tehát gondolom tetszik majd ez is, meg mondtátok, hogy játsszak nyugodtan ilyenekkel, mert nektek tetszik, meg a lájkokból is úgy tűnt, tehát. Tehát toljuk neki, hújjon az a víz! Öcsém, ez gáz volt. Jön a víz, most az a lényeg, hogy 6 darab kacsát kell összeszedni, úgyhogy visszük lefelé a vizet. Jaj, ne, ott nem szabad leesni a víznek, mert az előbb ott lejtettem a vizet, és attól crashelt ki a játék, és vége is lett, és ezért vettem észre, hogy nem ment a felvételt, várjál? Vagy emit nem szabad lejteni? Hol van az, ahol ne? Várjál, az a lényeg, hogy mindig földre essen meg, át oda is menjen, gyerünk! Jó, ez a beszéd, megoldottuk, szép. Egyébként az előbb nem toltam ilyen jól, mert ilyenkor már alig volt vizem. Megvan még egy kacsa, ide, és meg vagyunk full-fullos, megvan az összes kacsa. Itt vagyunk a harmadik pályán, akkor az előző is egy normális pálya volt, csak én mindegy, ne hallgassatok mindig rám, mert néha mondok bolondságokat. Jó, ott kifolyhat egy pár víz, megint üszönetem kell, úgy érzem, nem nyomjátok azokat a lájkokat. Jaj, bocsánat. Egyébként srácok, csak poénkodok, ne vegyétek komolyan ezt a lájkos dolgot, mert tudom, hogy vannak olyan flagma emberek, akik egyből beszólnának miatt. A negyedik pálya, toljuk neki. Mit csinál az a... mennyi nem? Mit csinál ez itt? Ja, arrébb tolja, vágom már! Azt a kacsát hogy szedjem össze? Ha, jó, úgy. Ja, emelre is kéne víz azért, hogy ott a kacsa, de ne túl sokat, csak legyen meg a kacsa. Oké, okay, jó, most jöhet lefelé a víz, meg ki oldalról, oldalra is kell. Az úgy pont jó! Pont jó, mert ott is maradt, és akkor meg tud fürdeni a kroki, megment a kacsára is. Mindkettőt összeszedtük. Vákum, állnak próbáljon ki egy free vákumot. Na próbáljuk ki. Mi ez a vákum? Magába szippantja a kacsa a víz? Ó! Oh, ez egy free vákum, amit biztos pénzért lehet amúgy megvenni, de most kaptunk egyet innyi, hogy megkívánjuk nagyon, aztán akarjunk ilyet. De várja már, lentre is kéne vízem oda. Jaj, de várj a kacsába is. Az nem lett elég. Na, szóval, hogy akarjunk majd ilyet venni, vagy videóért cserébe. De nem, én vákum nélkül akarom megcsinálni. Hát ez így nem fog menni. Na várjál! Úgy. Az a kacsa megvan, jó. Másik kacsa megvan, jó. Oda bele egy kis víz, a maradékot mind... Gyerünk, menj már bele! Még nem... Vagy már... Ja, már ment bele, jó. Akkor úgy... Azt mondja, hogy... Gyerünk, legyen ott is elég víz. Annyi szerintem elég le. Az a két csepp. Mekkora arc. Jó, megvan. És nem mehetünk át a falon, mert nincs. Nincs. Ja, de van 18 kacsa. Hát akkor pont jó. Tovább. Azt mondja, hogy kell egy ide, egy em ide. Gyerünk, kacsa, az is megvan. Aztán mondjuk ezt vigyük el oda. Ezt meg le a kacsához. És ezt meg ide. Azt meg is van, ez még könnyebb volt, mint az előző. Meister Duck. El kell kapni őt 3 alkalommal, hogy kapjon ki ilyen ruhát a kacsákra, ami semmire nem jó, csak úgy van. Na itt már kaptunk gőzt is, ami fölfele megy és nem lefele, akkor kell oda... Mi történt? Szóval kell oda, nem tudom mi történt az előbb. Ezt így fölvisszük, az ott kinyitja, ezt itt lehozzuk.
ha haladna a gőzés, bemenne oda, és nem ilyen szantyalogna. Oda a kacsa. Jó, elég, sok. Amoda, folyj a kacsára, léci. Több, ennél több kell, hát ez így nem lesz elég. Bár... elég lett. Viszont megfürdeni, arra is elég lett. Na várj, nem megyünk a 8. pályára. Bár az már narancsárga szín és nem kék. Megnézzük ezt a Mystery Deck-ot. Na igen, ez most itt, ott egy Mystery Deck, igen. Aha. Mi? Mit csinál ez a normálatlan? Hallod? Várjál. Azt hogy kapjam el? Hát, ha jön erre megint. Jaj, ne, megy az összes víz. Megvan, elkaptam. Jó, megtelt vízzel. Régen ilyen Mystery Deck nem volt, legalábbis én nem emlékszem olyanra. Na, ez itt folyton lövi a gőzt, tehát ezzel nagyon jók vagyunk. Először itt a lentibe küldenék egy picit. Ja, de várj, ez itt nem jó. Na, várj, akkor így küldöm a gőzt, úgy lefelé. Nem fog oda lemenni. De, eléri. Megvan. Ez az, szép, az már laza. Az is laza. Meg az is laza. Kész, mások idő kérdése. Úgy, nagyon sok vizet kaptam. Ja, mert ez egy izé, rush. Izé, duck rush, vagy mi volt a neve. Gyerünk, jó föld, menj. Gyorsan, sokat, mert ott fönnmarad a víz. És nekem kell az összes, mert fogyóban van. Mi vinném oda ki jobbra? Ki jön bolond? Jó. Oké, kell a hely. Jó. Ott maradt fenn egy kicsit, na mindegy. Oké, de küldjük át. Nem szabad túl sok vizet kivenni, mert gyerünk! Vagy földet kivenni, mert jó. Gyere víz! Gyere tovább! Megsegítelek! Gyere! Jaj! Ez nagyon nehéz! Nagyon oda kell figyelni, és nagyon nehéz. Tényleg túl gyorsan menjünk lefele, mert az a baj, hogyha fönnmarad a víz, akkor annak ott vége. Annak ott vége, és ez most itt nem fog megtelni eléggé. Vagy de? Nem bírtam megvárni, bocs srácok. Mi van? Ja jó, ez itt pont jó. Ha nem marad elég vizem, akkor nem bírom annyira megtelíteni az arénát, hogy elérje a kacsát, ami gáz. Itt is figyeld, ott fog maradni egy csomó, mert ott van egy ilyen kis bucka, az akkor abban megakad. Alig van már vizem. De még van az a lényeg, egy kacsát eddig kihagytam. Annyit még kibírunk, annyi veszteséget, nem olyan vészes. Még egy darabot szedjünk össze, és akkor meg lesz 5 darab a 6-ból. Oké, itt most nagyon figyeljünk oda. Jó. Ezt így, ha gőz ott elmegy, akkor... Aha! Átbírtuk tolni oda. Kacsa megvan, és maradt még elég víz a csatornába, szerintem. Bőven. Király. Most megint gőzös pálya jön, mert ilyen narancsárga színű. Jó. Na. Azt mondja, hogy mindenféleképp kell arra gőz, meg erre, meg oda. Jó, mert itt... Ja, várj, nem ide vizet kell! Ja, de nem is cing, mert oda kell gőz a kacsához. Várj, ez itt nem kapott eleget. Ez meg itt nem bírt fölmenni. Akkor kell erre, kell arra, kell amarra. Gyerünk, legyél már meg, tesó. Köszönöm, gyerünk. Amarra nem megy elég. Attól tartok. De, meg lett, jó? Akkor gőzt egy gyere föl oda. A víz meg... Fenébe, de várj, ez így, hogy fog oda menni a víz? Már ez óvatba kell nagyon. Csapódj be! Ez az ugrató jó, hogy itt megmaradt, mert így bement oda a víz jó helyre. Azt meg is vagyunk, zenéje kisanyám. De már 40 darab kacsa kell, tehát még meg kell csinálni egy pár pályát, hogy ez működjön. Void it, valamit ki kell kerülni. Jó, hogy a kacsákat! Az komoly. Várj, de így még könnyebb is lesz szerintem a pálya, vagy nem? Nem feltétlenül, oké. Okay. Kérdés, hogy hogy kerüljük ki? Jó? Ne szedd föl, könyörgöm! Jaj, menj, zenéjé, ez legyen vége! Félig fölszedik a kacsát, de sikerült nem fölszedni teljesen, ezért szerintem így fullos lett a pálya. Szerintem, ja, ez így megvan. Ez 3 kacsát adott, úgyhogy kikerültünk 3 kacsát. Upside down, nem tudom, mit kell csinálni. Valami földrengés van, igen. Fejjel lefelé, gondolhattam volna. Várj, most itt van a másik kacsa, eddig nem is így volt a pálya. Várj, akkor így, de ide is kell gőz, tesó. Hova mész? Na szóval kell erre gőz. Jó. Ennyi gőz ide elég lesz szerintem, remélem. A többi az mind mehet oda. Oké, te befolysz. Legyél már meg, könyörgöm. Nem lett meg. Na akkor ide behúzunk egy ilyet. Még, jöhet. Oké, annyi szerintem elég lesz, remélem legalábbis. Ja, annyi szerintem simán elég lesz. Király. Itt fölhozzuk. Így, de várj, a víz az meg... Aj, de nehéz!
Várjál, oda mennyi. Jó, ment oda víz. Király! Megvan ez a pálya is. De, és a izé, krokodil meg nincs fejjel lefelé, attól még. Az a cink, hogy ez telefon, a telefon meg lehet fordítani, hogyha azon játszol, de én gépen játszok, és még hozzá nem is tudom, 30 vagy 40, nem akarok butaságot mondani. Ja nem, 32 szolos a monitorom, azt itt fordigatni, hogy könnyebb legyen, azért nem lenne túl egyszerű. És most, hogy áttörtünk még egy deszkát, ez a videó most ennyi lett volna. Én nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek, és ha tetszett, akkor mindenféleképp nyomsatok rá egy lájkot, pörgönyelve, mint Eminemnek. És írjátok meg kommentbe, hogy ti milyen játékok, ha játszottatok régen, amiket most is szívesen látnátok, hogy játszok vele. Nyilván itt csak telefonos alkalmazásokat írjatok, mert ez is az. De új játékokat is mondhatok, amit érdekesnek, vagy jónak találtok, meg amiket szerettek. És én köszönöm szépen még egyszer a figyelmet. Én Peti voltam, meg az is vagyok. Sziasztok! We'll be right back.